Sziasztok! Megnézzük, hogy mit üzen a Lenormand kártyám neked. Mi az, ami fókuszban lesz a következő időszakban? Milyen változások lehetnek? Ha a jóskártyáiból szeretnél rendelni, a Marika Jósnő Facebook oldalon ezt megteheted privát üzenetben. Akár a Lenormand, a cigánykártyám, vagy az indián taró. Természetesen ez egy kollektív üzenet, nem szól mindenkinek. Azt vidd magaddal, amit magadénak érzel. A kihozott lapok, a virágcsokor, a lovas és a horgony. Csupa pozitív lapokat kaptunk. A virágcsokor, látjuk, hogy több szálból áll, ami nagy társasági életet jelenthet, kellemes pillanatokat, egyfajta jó kívánságot, üdvözlést, az is lehet, hogy társaságba mész, a szerelemben is pozitív, hiszen a lovaslapja ezt meg is erősíti, hogy valami vagy valaki nagyon jön felénk. A munkában is újdonságot jelenthet, kreatív tevékenységet, új feladatokat, a munkában segítséget és pártfogót is jelenthet. Általában egy fiatal hölgyről van szó, akár barátnőről is, testvérről vagy családtagról is, aki segít neked. De lehet egy jó társaság a hölgyek körében, mindenképpen kellemes meglepetések, gesztusok, ajándékok, amik várnak rád, mivel a virág szimbóluma önmagában gyógynövényeket is jelenthet, arra utal, hogy ebben az időszakban erősítheted magad, akár gyógynövényekkel, teákkal is, hiszen az egészség területén is a homeopátiás szerek, amik segíthetnek. Az is lehet, hogy te magad vagy egy fiatalos, kreatív hölgy, aki szép, romantikus, harmóniában van. A lovas ezt a pozitivitást megerősíti, hiszen akár egy meghívás társaságban valamilyen boldog tevékenységet, kreatív munkát, bármit jelenthet, a Jupiter bolygóhoz kapcsolható, és a nyilas csillagképpel analóg, benne van a tűz, az energia. A lovas azt üzeni, hogy jó híreket kaphatsz, útban vannak az események, amit szeretnél, akár egy olyan kreatív munka, ahol bestabilizálhatod magad, vagy egy olyan partnerkapcsolat, ami nagyon gyorsan belovagol az életedbe, egy vidám, pozitív, dinamikus személy jelenlétét feltételezi a kártya. Látjuk, hogy a lovas nagy iramban, nagy tempóban közeledik feléd. Ez a férfi lehet rugalmas, sportos, fiatalos, aki tudja élvezni az életet. Akár egy újrakezdést is jelenthet, akinél ez aktuális, a szerelemben a régi visszatérését, illetve egy új kapcsolat kialakulását. A munkában is új lehetőségeket jelenthet, jó híreket. Egészség szempontjából itt a csontok lesznek előtérbe, a kezek és a lábak. Arra kell vigyázni. Itt már valami nagyon berobban, valami nagyon készülődik, hiszen ez alap tele van energiával, szenvedéllyel, és nagyon gyorsan tart feléd. Az is lehet, hogy te magad vagy ilyen egy tevékeny, kreatív, kommunikatív ember. Ez a kártya azt jelöli, hogy egy személy, egy üzenet, egy esemény, egy munka, ami közeledik hozzád, és nagyon hamar számodra pozitívan bekövetkezik. A horgony lapja ezt megerősíti, hiszen egy olyan stabil lap, ami a célok elérését támogatja, egyfajta elégedettség lesz benned, te is tele vagy energiával, ugyanúgy, mint akik körülvesznek téged azok az emberek. Ez egy egyes szám, tehát valaminek az elindulását jelenti. Mindenképp pozitív, a Merkur bolygóval analóg, hiszen az ikrek csillagjegyhez kapcsolható, aki a hírvivő. Idő szempontjából nagyon hamari megvalósulást ígér. A harmadik lapon megjelenik a hajó szimbóluma is. Az is lehet, hogy amit most elindítasz, az szilárdan meg tudod valósítani. Itt hosszú távú célokra kell gondolni, de benne lehet egy utazás, pihenés, új dolgok elindítása is, ami biztos sikert hoz neked. A horgony a munkával, stabilitással kapcsolatban hozhat nekünk pozitív dolgokat. Most lehorgonyozhatsz egy munkában, olyan munka jön feléd, ahol jól érzed magad, pozitív emberekkel, főként hölgyek, szerelemben szilárdságot mutat, kötődést. Az is lehet, hogy valaki belép az életedbe, és tervezhettek együtt. A horgony lapja jó alapokat jelent, amikor le tudunk horgonyozni, meg tudjuk valósítani az életünkben, amit szeretnénk. A kártyáim azt üzenik neked, hogy tartsd meg a rugalmasságodat. A horgony a bak,
csillagjegyhez tartozik, ami szilárd alapokat teremt, hiszen földes jegyű és hosszú időt jelent, valószínű, ami most feléd tart, az bestabilizálja az életedet. Akár párkapcsolat, akár egy munka, hamari eredmények lesznek.